Mozgalmas délután szerveztek a Vasvári Pál általános iskolában. Az intézményben 11 oktatási intézmény részvételével művészeti és szavaló versenyen vehettek részt a gyerekek. A verses vonalon az első és második évfolyamosok szabadon választott alkotást, míg a harmadik évfolyamosok egy szabadon választott mű mellett egy kötelező Petőfi verset is elszavaltak. Úgy gondoltuk, hogy a költészetet szeretnénk minél több irányból megragadni a gyermekeknek a számára. Az egyik oldal egy szavaló verseny lesz, ahol az első, második és harmadik évfolyamosok mérettetik meg magukat. Az első, másodikosok szabadon választhattak egy költeményt, amelyet úgy érezték, hogy az egyéniségükhöz a lehető legjobban illeszkedik. A harmadikosok már kaptak egy Petőfi költeményt, természetesen a jubileumi év alkalmából. A pille-pille-pillangó gyermekvers az, ami leginkább közelebb áll a gyerekek egyéniségéhez, világához, és emellé választottak még egy másik költeményt. Ezzel próbáltuk megragadni a költészetnek azt a bizonyos vokális oldalát. És azért, hogy legyen egy másik irány is, így kapcsolódtuk össze egy rajzversennyel. A rajzverseny szintén a költészet jegyében zajlik, két műből választhatnak a gyerekek, és ezeknek a képi megjelenítése az ő feladatuk. Szerettük volna tudni, hogy a versek milyen gondolatokat váltanak ki a gyerekekből, és ezt hogyan tudják megjeleníteni számunkra. A Vasvári egy általános iskola, talán röviden így lehetne megfogalmazni, aki az oktatás-nevelés mesdjéjén haladva a sportot megpróbálja összehangolni. De azért mégis a mi feladatunk az, hogy a gyerekek megszerezzék az általános műveltségüket, és ehhez a költészet nagyon szorosan összekapcsolódik. Természetesen mellette a sportot is preferáljuk, de most a másik oldalt erősítjük. A gyermekek verseit pedagógusok és szülők közösen folyamatosan egyeztetve a fiatalokkal választották ki. Fontos volt, hogy a kiválasztott művek illeszkedjenek a tanulókhoz, akár témájukban, akár hangulatukban. A versmondókat korosztályonként díjazták, és a legjobbak akár további versenyeken is megmérettethetik magukat. A költészet napja alkalmából minden évben iskolánkban megrendezi a versmondó versenyt első, második és harmadik osztályos tanulóknak. Ezt mindig megelőzi egy válogató az osztályon belül, és utána pedig egy ilyen iskolai verseny, iskolai versmondó verseny, és onnan a legjobbak kerülnek a városi tankerületi versmondó versenyre, amelyet nagy örömmel és nagy szeretettel rendezünk meg. Sajnos az előző években ugye a Covid miatt nem tudtuk megrendezni, de most nagyon sokan jelentkeztek, úgyhogy szeretettel várjuk az iskolákból a versenyzőket. Általában a tanítók keresnek verset, de a szülő is ajánlhat, de hát egyeztetnek aztán a pedagógussal. A gyerekek megtanulják a verset, mi pedig ilyen differenciált képességfejlesztésen, korrepetáláson, vagy szabadidőnkben gyakorolunk velük a hangsúlyra, a kiállásra, az artikulációra, a vers mondandójának átadására, tehát sok mindenre tanítjuk őket, ezekre figyeljenek, és ezt elmondják az osztálytársaik előtt, illetve elmondják egy zsűri előtt is, minden évfolyam külön versenyez, külön zsűrije van, és az első két helyezett jut be a városi tankerületi versenyre. Igyekszünk valami a tavaszhoz kapcsolódóan verset keresni, vagy a gyerekek személyiségéhez, hogy passzoljon és kapcsolódjon az a vers. Érdekesség az, hogy a harmadikasok nem csak egy verset tanulnak meg, hanem van egy kötelező vers, amit mindenkinek meg kell tanulni, aki érkezik hozzánk, és emellett van egy szabadon választott vers is. Tehát ők két fordulóban mérettetnek meg, tehát ők azok, akik aztán nagyon sokat tanultak. Az egyik Petőfi Sándor Pille Pille című verse, ez a kötelező vers, minden harmadikas ezt elmondja, és utána szabadon választott, az pedig ugye egyénileg, illetve a pedagógus segítségével választott vers lesz. Nagyon örülünk, hogy mindig külsős zsűrik jönnek hozzánk, akik majd itt fognak helyet foglalni, be is mutatkoznak, és utána mennek az osztálytermekbe, és ők értékelni szokták a
gyerekek versmondását, illetve jó tanácsokat is adnak számukra. A verseken túl a komplex délután második felvonása egy művészeti verseny volt, amelyről Erdélyi Diana pedagógus beszélt. Elmondta, ez a vetélkedő azért volt különleges, mert a gyerekek teljesen szabad kezet kaptak az alkotáshoz. Kaptak egy A4-es lapot, és teljesen egyénileg választhattak témát, technikát. Az alkotásra 60 perc állt a rendelkezésükre. Eddig csak versmondó verseny volt, és idén úgy gondoltuk, hogy komplex versennyé kiegészítjük, és egy rajzverseny is csatlakozott hozzá, plusz még egy zenei része is lesz, amíg mi zsűrizni fogjuk a pályamunkákat. A gyerekek kaptak 2 verset, azok közül választhattak, és eldöntötték, hogy melyik részlet tetszik nekik nagyon. Otthon felkészülhettek, kitalálhatták, hogy milyen eszközzel fognak dolgozni, és ide már azt hozták magukkal. A kis fejükben ott van az ötlet, kapnak A4-es méretű lapot, és mindenkinek 60 perc áll rendelkezésre, hogy alkosson. Komplex versenyé kiegészítettük a versmondót. Úgyhogy izgalommal várjuk, nagyon ügyesek lesznek a gyerekek, és ez azért különleges ez a verseny, mert nem egy otthon elkészített munkát küldenek be ide, és azt zsűrizzük, hanem itt kell mindenkinek alkotni. Egyénileg nincsen segítség, ami a buksiában meg a kezében van, az kerül a papírra is. Eszközben is szabadok, fantáziában is szabadok, és még külön díjat is fogunk értékelni. Külön értékeljük a harmadikosokat, külön a negyedikeseket, úgyhogy nagyon sok remény lesz, de az a fontos, hogy érezzék jól magukat, miközben alkotnak. A koronavírus járványt követően ismét hagyományos versmondó versenyt, és immáron első alkalommal ehhez kapcsolódó művészeti versenyt is rendeztek a Vasvári Pál általános iskolában. A jó hangulatú megmérettetés a visszajelzések alapján nagyon tetszett a gyerekeknek.